Kommandó Szövetség támogatója a KVON. Sportosat. Irodónk vendége Pénzes Zsolt, a Rally Szakág volt vezetője. Jól mondtam, volt vezetője? Így van, 17-e óta volt vezetője. Mert most ugye van egy megbízott, Szabó László, de ő csak 30 napig lesz, ugye, a szakág vezetője? Hát elvileg 17-én hívott vissza az elnökség, és akkor onnantól számított 30 napja van az elnökségnek, hogy kiírjon egy szakágvezető választást. Úgyhogy ezt túl fog nyúlni Szabó úrnak is, a 30 nap van ez a megbízatása. Uh-huh. Miért hívtak vissza? Ezt a hivatalos vagy nem hivatalos állás? Mind a kettő. A hivatalos az nincsen indoklás, ez az alapszabály egyébként lehetőséget ad az elnökségnek ehhez elvileg. Az egy más dolog, hogy ez nem túl szép, vagy nem nagyon illik, úgy gondolom. Úgyhogy engem nem tájékoztatott senki, illetve az egyik MNS alkalmazott hívott fel másnap, minek után az interneten megjelent ez a hír, hogy akkor hát neki jutott ez a nemes feladat, hogy ezt közölje. A nem hivatalos meg azt gondolom, hogy hát miután lett egy új elnök a szövetségnek, úgyhogy hát vele fogalmazunk úgy, hogy nem túl rózsás a viszony. Már korábban sem volt jó? Tehát már régebbről ismertétek egymást? Nem, egyébként a közgyűlésen mi szerettünk volna másik elnök jelöltet állítani, ezt egyéb okok miatt meghiúsult, uh-huh. Úgyhogy... Ja, akkor tudta, hogy te másik csapatban vagy. Gondolom, hogy igen, tudta, de hát igazából ő csak egy bábú ebbe a játékba, tehát majd meglátjuk, hogy ő meddig lesz elnök. Mert? Hát mert azt gondolom, hogy... Hát most nem 4 évre választották? Nem, mert most decemberig van. Decemberig van, de hát ez lehet rövidebb idő is. Jó, ezek a nagyon rövid idők. Már csak azért is, mert már évek óta foglalkozom a rallival, és mindig probléma volt, hogy már most el kellene kezdeni a 2015-ös versenynaptár tervezni, szervezni, ahhoz, hogy minden időbe klappoljon. Most ugye tudjuk, hogy van egy vezető, akinek lejár a mandátuma, emiatt is, aztán minden olyan nyögvenyelősen indul, aztán a következő évre ez mindig rányomja a bélyegét, hogy igazából sosincsen aktuális vezető, aki következő évről is jogosan dönthetne. Így van, de hát ez a helyzet ugye végül is a volt elnökség, volt elnök, ugye, akik aztán januárban ugye úgy gondolták, hogy lemondanak, és ezért alakult ki ez a helyzet. Tehát, hogyha februárban nem tudott volna a szövetség elnökséget választani, illetve elnököt, akkor ugye működésképtelen lett volna a szövetség az idei évben. Tehát most ez egy ilyen ránk erőltetett megoldás. Én azt gondolom, hogy a tagságnak a nagy része az nem is szavazott az elnökre. Tehát azt hiszem 54 szavazata volt a 80 jelenlévő szavazó közül, amikor meg lett választva, de egyébként most a mostani adat azt hiszem, hogy 130 szavazója lenne a szövetségnek, ha eljönnének a közgyűlésre, tehát ebből az 54-jel azért túl jól nem áll. Akkor a visszahívásod az jogilag megfelelt? Tehát az így korrekt volt? Megtehették? Hát, ma fogalmazunk most, hogy jogilag megfelelt, korrektnek nem volt korrekt. Én azt gondolom, hogy ha valaki látta a Tanú című filmet, hogy a Pelikánból, a Gátörből csinálnak Vidámpark igazgatót, úgyhogy most ezeket a napokat éljük az autósportban. Ugye most kezdődik a hétvégén kezdődik a rally bajnokság, és nem Egerrel kezdődik. Mi lett Egerrel? Ennek az volt az oka egyébként, hogy az a rendező, aki az Eger Rallyt rendezi, az több más első osztályi futamot is szervez, vagy segítkezik a lebonyolításba, és ez már annyi energiát lekötött neki, hogy ezt már nem tudta fölvállalni, hogy az Eger Rally is legyen, és miután a magyar bajnokságnak, a mezőinek a lehetőségei nagyjából 6 futamra elegendőek az anyagi lehetőségei, ezért dönteni kellett, és azért döntöttünk, hogy akkor Eger Rally nincsen, és Miskolc Rallyval kezdődik, és a 6 futam meg bele kell férni. Úgyhogy ez az állapot, ez most idén van, és jövőre, vagy következő évben természetesen vissza fog térni az Eger Rally a bajnokság vérkeringésébe. Nem érzed, hogy ez a
te veszteséged, hogy az Eger Rally nincs ott, tehát te... Nem, hát ez a mi döntésünk volt ebbe a dologba. Úgyhogy és most olyan klasszikus volt mindig az Eger Rallyval kezdődik. Emlékezzél, hát, két éve, amikor ugye nem volt Eger Rally, akkor is mindenki cikkezett, és egy nagy... Hát az emberek azért cikkeznek, mert fogalmuk nincsenek információik ezzel kapcsolatban. Ez egy közös döntés volt, tehát ez meg lett beszélve, és igazából szerintem ezzel semmi baj nincsen. Valamikor egyébként ugye az Esztergom Rally volt, Hajdanán az első verseny hosszú évekig, utána ugye ez átkerült Egerbe, és most ez átkerült Miskolcra, de azt gondolom, hogy ha jövőre lesz Magyar Rally bajnokság, akkor semmi akadálya nincsen, hogy visszakerüljön az Eger Rally első versenynek. Jól tudom, ott leszel a Miskolc Rallyn. Így van, igen, ott leszek. Hivatalból? Vagy mindezőként? Nem, nekem már nincs semmilyen hivatalom 17-e óta, úgyhogy igazából az asszisztensemnek van még április 16-ig munkaviszonya, és utána neki se, úgyhogy hivatalból nem, de hát 20 éve ott vagyok az összes versenyen, tehát hivatalból vagy nem hivatalból, ennek nincs jelentősége. És hogy fognak rád nézni? Én nem tudom, hogy ki, most engem miatt az elnökség leváltott 2 héttel a tagság megválasztott, úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek egy elég rossz üzenete van, hogyha a tagság megválasztja a szakágvezetőt, már pedig az alapszabály szerint a tagság választja a szakágvezetőket, hogy utána 2 héttel az elnökség azért, mert az elnök úrnak nem szimpatikus egy szakágvezető, vissza lehet hívni egy szakágvezető, de szerintem az az üzenet, hogy tök mindegy, hogy kit választ a tagság. Hogyha az elnök úr így gondolja, akkor majd ő megmondja, hogy ki lesz a szakágvezető. Ez semmiképpen nem egy jó irány. A tagság ezt hogy reagálta le? Hát nézd, a versenyzők, tehát azért legyünk tisztában, tehát a ma mondjuk a rally első osztályban versenyzőknek a nagy többségének az a fontos, hogy legyen verseny, tudjon indulni, és ki tudja szolgálni a támogatóit. Tehát addig, amíg van verseny, addig ez a legfontosabb. Most jelen esetben van még Miskolc Rally, azt gondolom, hogy ezzel vannak elfoglalva a versenyzők. Uh-huh. Mindenki gondol magába dolgokat, én azt gondolom, hogy nekünk szégyenkezni való nincs. A tavalyi évben 6 futam ki volt írva, ez a 6 futam meg lett rendezve, az indulói létszám növekedett. Növekedett? Növekedett, igen, és most ugye a különböző szabálymódosításoknak köszönhetően, amit ugye nem ez az elnökség, és nem ez a mostani rali bizottság, aki most érvényben van, hozta, hanem ugye ezt az előző elnökség és a én vezetésemmel a rali bizottság. Most ugye a rali másodosztályban most annyi induló van, amit 10 éve nem volt. Ez körülbelül ilyen 60. Ha már itt tartunk, akkor mik ezek? Mire vagy a legbüszkébb? Milyen módosításokra? Aminek köszönhetően azt mondod, a módosítás az röviden, hogy a nézők is értsék, hogy a rally másodosztályban eddig A és N csoportos autóval lehetett abszolút bajnokságot nyerni, és ezt kinyitottuk, ezt a szabályt, és ezekkel a úgynevezett ilyen szabad kategóriás autókkal P csoportosnak hívják, de az a lényeg, hogy mindenféle tuning megengedett. Ezek bizonyos köbcenti határig bezárólag ezekkel az autókkal lehet versenyezni a abszolút címért, ami azt jelenti, hogy most a 66 nevező van, azt hiszem, Rally 2-ben, és körülbelül 50 autó az ilyen autó, tehát ilyen szabad kategóriás autó. Köbcenti az lett végül is lefixálva? Hát lett, az lett lefixálva, hogy 2000 köbcentinél vagy nagyobb, tehát a legszabadabb kategória a 2000 köbcenti, a egyel alatta lévő 2500 köbcenti lehet a legmagasabb, amivel lehet menni az abszolútért. Nagyobb autóval is lehet indulni, de az csak a kategóriába értékelik. De tehát talán erre vagyok a legbüszkébb, hogy és ez megemeli, emiatt többen Igen. Tehát ez egy olyan lehetőség az alsóbb osztályokban lévő versenyzőknek, akik sprintbe vagy rally túrába mentek, hogy itt ugye lehetnek mehetni az abszolútért. Tehát mondjuk egy egyszerű példa, tehát mondjuk egy VFTS-sel, ami mondjuk egy ilyen kultikus autó, is nagyon sok van belőle, ezzel most az abszolút címért lehet menni Rally 2-be. Például. Nagyon sok rally versenyző megfordult meg itt a Dino Sportiradóban, és egyre többen mondták azt, hogy itthon nem akarnak versenyezni, csak külföldre mennek. Miért? Hát én azt gondolom, hogy ennek több oka van, tehát azért azt tisztán kell látni, hogy ezek a versenyzők, akik ezt mondják, ezeknek a nagy része olyan nemzeti bajnokság futamain indulnak külföldön, ahol nem lehet összehasonlítani a magyar bajnokság színvonalával. Tehát mondjuk egy horvát bajnokság, egy nagyon jó pofa verseny, süt a nap, mindenki mosolyog, de mondjuk egy
mondjuk ha az egyik kezemet a zsebembe teszem, a másikkal a kormányt fogom, akkor is abszolút 10-be lehet végezni, mert olyan gyenge a bajnokságnak a színvonala. Miközben mondjuk ugyanez a versenyző a magyar bajnokságban nem tudna az abszolút 20-ba azt mondják, hogy olcsóbb, ráadásul jobb aszfalton mennek, jobb az útvonal, hát ott a sportolókért van a szövetség, és nem fordítva. Például egyet tisztázunk, például a nevezési díj, amire azt mondják, hogy itt mindenhol olcsóbb, ez nem így van. Tehát mindenhol drágább a nevezési díj, mint Magyarországon. Arányaiban meg mindenképp, tehát mondjuk Horvátországban 80 kilométeres versenyre, a gyorsasági kilométerről beszélünk, fizet valaki mondjuk 60 ezer forintot, nálunk egy 140 kilométeres versenyre fizet 100 ezer forintot. Tehát ezek nem ugyanolyan színvonalú versenyek. Az, hogy jobbak az utak, erre most erre nem tudok mit mondani, mert nem én vagyok a közútkezelő, tehát ezzel nem tudok. Én azt látom, hogy tehát lehet menni külföldre versenyezni, én magam is sok külföldi versenyen indultam, de azt felejts el bárki, hogy az olcsóbb lenne, mint Magyarországon versenyezni, hiszen csak az utazási költséget, hogyha oda vesszük a csapatnak a szállás költségét, az ott létet, tehát ezek mind-mind sokkal több pénzbe kerülnek. Az, hogy esetleg egy-két versenyzőnek meghívnak és vendég és kedvezményt kap, de ez egy-két versenyzőre vonatkozik, ez nem 10 vagy 20 vagy 30 versenyzőre vonatkozik. Ez egy ilyen általános, ezt mindig elpufogtatják az emberek. Én jártam, de nincs mögötte valós tartalom akkor? Ekkora valós tartalom nincsen mögötte. De akkor miért nem ér? Akkor miért nem jobb neki olcsóbb, kisebb költségvetésbe versenyezni? Mert itt nem érnének el eredményeket ezek a versenyzők. Tehát ez ilyen egyszerű. Uh-huh. Tehát az a versenyző, aki mondjuk elmegy Horvátországba, és mondjuk ott ő abszolút ötödik, az a magyar bajnokságban lenne 25. Uh-huh. És amikor ezt a szponzorainak nem tudná biztosan úgy eladni mindezt az ötödik helyet. Uh-huh. Tehát például, de ez csak egy példa. Ettől függetlenül azért van olyan, aki elmegy Európa-bajnokságra, vagy világbajnokságon indul, tehát van egy-két olyan versenyző, de ők nem is ezt mondják, hogy azért nem versenyeznek Magyarországon, mert hogy itt nem jó, hanem azért, mert egy nemzetközi polondon szeretnék megmérettetni magukat. Tehát itt két réteg van, van egy-két versenyző, aki valóban nemzetközi versenyeken megy, és komoly eredményeket ér el, és az összes többi, az pedig az más okok vezérlik őket, hogy mennek ezekbe a bajnokságokba. Emlékszem rá, amikor Botka Endrét váltottad, jó pár egykori nagy nevű rally versenyző azt mondta, hogy ez nem lesz rossz választás, hogy a pénzes Zsolt kerül a rally szakág élére, de idő után úgy tűnt, hogy úgy ellaposodott. Valahogy hogy többet vártak tőle, tehát úgy igazából az, amit hozzád fűztek reményben, az úgy nem teljesedett. Hát ezt nehéz felmérni, az én olvasatomban azért nem teljesen így van. Amikor az tényszerű, amikor elvállaltam ezt az egészet, miután Botka Endre lemondott, én azt kértem akkor az akkori elnök úrtól, aki akkor Gyulai Zsolt volt, hogy az egyik feltétel volt, hogy legyen egy saját titkárnél vagy asszisztensem, aki fizetést kap ezért. Itt egy nagy hibát követtem el, hogy én ezt társadalmi munkába vállaltam, tehát ezt meggyőződésem, hogy ezt 10 évvel ezelőtt se lehetett, meg most se lehet ezt pénz nélkül elvállalni, és azt kértem, hogy senki ne szóljon bele a raliba. És ez igazából ez egészen a nyár közepéig, tavaly nyár közepéig ez így is volt, és aztán akkor az akkori sportszakmai alelnök és a főtitkár folyamatos, mondjuk azt, hogy nyomást próbál gyakorolni, hogy a Budapest Rally ne jöjjön létre, és itt egy olyan háborúba csöppentünk, én azt gondolom, hogy a csatát idéglenesen megnyertük, a háborút nem még, ami lehetővé tette, hogy például a Budapest Rally létrejöjjön, és ez indított el egy olyan folyamatot a szövetségen belül, ami aztán oda vezetett, hogy mind a sportszakmai alelnök is távozott, mind a főtitkár is távozott. De itt egy óriási szembeszélről beszélünk, tehát itt a Budapest Rally kapcsán például pénteken kijelentették, hogy nem lehet, és kitették az internetre, igen, és mindenhova. Igen. Aztán kedre lett. Erről sokkal bővebben én nem szeretnék beszélni, az tényszerű, hogy bizonyos elnökségi tagok mellénk álltak, és segítettek, és ez változtatta meg ezt például. De azt én úgy gondolom, hogy tehát nagyon-nagyon sok pénzünkbe került, nagyon-nagyon sok energiába, hogy ez a 6 verseny létrejött a tavalyi évben. Uh-huh. Én ezt eredménynek, főleg azok után, hogy az előző évben, amikor nem én voltam a szakágvezető, ugye akkor versenyek maradtak el, a bajnokság csak nyáron indult el, tehát egy óriási gödörből kellett kiszedni a magyar rallisportot. Azt gondolom, hogy valami elindult, a bajnokság lement,
a indulói létszám növekedett, viszont az tényszerű, hogy itt egy állandó hatalmi harc van, tehát ez nem egy nyugdíjas állás. Ez. Akkor egyesek a Budapest Rallyt arra akarták felhasználni saját érdekeik? A Budapest Rallyt arra akarták felhasználni, hogy engem eltávolítsanak, hiszen hogyha nincsen verseny. Ez ott az ő érdekeik, saját érdekeik. Igen, igazából a Budapest Rallynál sose fogjuk megtudni, hogy mi volt az érdekük. Nagy valószínűséggel az volt, hogy ne legyen más technikai sportrendezvény Budapestnek a pályaversenyeken kívül. De ez sose lett így kimondva egyébként. De ez mindegy, ez a múlt, mert megvalósult a verseny. És lesz idén is, ugye? Jól tudom. Hát vagy, ezt még vagy? Nem tudjuk. Ezt még nem tudjuk. Tehát én ez még nincs tisztázva, tehát itt az új elnökséggel nekem volt egy 2,5 órás tárgyalás, ahol én elmondtam, hogy milyen anyagi támogatásra van szükség a szakágnak, hogy tudjon működni. Erre az volt a válasz, hogy értik és átgondolják és megpróbálnak segíteni, és utána ez a válasz jött, hogy akkor le vagyok váltva. Tehát én azt gondolom, hogy fogalmuk nincsen, hogy itt mi és hogyan és mennyibe kerül, és hogy mi kell ahhoz, hogy legyen egy bajnokság. Úgyhogy most, hogy mi lesz, azt egy biztos, hogy a Miskolc Rally lesz, és utána, hogy mi fog történni, azt most senki nem tudja megmondani. Sajnos lesz idő gondolkodni, mert ha jól tudom, az első osztályban vagy csak június közepén lesz a következő verseny. Így van, Fehérvár Rally lenne. Tehát igen, elég igen. Nagy a szünet. Igen, 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 igen. Igen, hát ez közben lesz egy másodosztálynak. Igen, igen. Azért mondtam az első osztályt így kiemelve, hogy... A Bükkfürdőn, úgyhogy valóban van szünet, majd meglátjuk, hogy mi fog történni. Itt óriási harcok vannak, teljesen sokszor értelmetlenül. És még mindig akkor most is elpi. Én azt gondolom, hogy ez, tehát azzal, hogy engem visszahívtak ezzel, nem fújták le a meccset, csak fél időnél járunk. Úgyhogy én biztos mindent el fogok követni, hogy az elnök úr minél rövidebb idő alatt távozzon innen ebből a szövetségből. Aztán, hogy sikerül-e vagy nem, én ezt nem tudom megmondani, de ha úgy tetszik, ez egy ilyen személyes, személyes célom lett. Ez egy borzalmas, hogy több mint 10 éve, 11 éve a Dino Sportirod, és azóta mindig, hogy Ferjánc Attila volt éppen, vagy bárki, mindig erről kell beszélni az aktuális, vagy éppen lemondott elnökkel, hogy állandóan harc van. Most én, tehát ehhez kellenek a versenyzők is, tehát ez a mostani közgyűlés, amit egyébként több egymástól független jogi csapat vizsgál, hogy ez az minden szabálynak megfelelte. Majd ez ki fog derülni, ez nem a én szerepem ezt eldönteni. Azt gondolom, hogy lesznek hozzá ügyvédek, bírók, ügyészek, nem tudom, akik ezt tudják vizsgálni. Vizsgálják? Folyamatban vannak ügyek, ezek ki fognak derülni, de ehhez a versenyzők is kellenek. Én ott ültem ezen a közgyűlésen, ahol 80 ember szavazhatott, aki ott volt, tehát mert ez a helyszínen. 54-en szavaztak az elnök úrra, illetve az elnökség tagjaira. Tették ezt úgy, hogy egyetlen egy elnökségi tag egyetlen egy mondatot nem mondott magáról, még a nevét sem. Tehát kvázi bárkit oda lehetett volna vinni. Hozzáteszem, hogy itt is nyomásgyakorlás volt, tehát ha úgy tetszik, engem is próbáltak fenyegetni a közgyűlés előtt, hogy meg ne próbáljunk jelölteket állítani. Ez ezt eredményezi. Tehát amikor az emberek úgy szavaznak, hogy fogalmuk nincsen, hogy ki kicsoda, csak mert valaki azt mondta nekik, hogy most szavazni kell, mert akkor úgy nem lesz bajnokság, az ezt tudja eredményezni, és ez évek óta ez megy, és akik a szavazatok birtokában vannak, közel se nincsenek tisztában azzal, hogyha szavaz valamire, akkor annak milyen súlya van. Úgyhogy van olyan, hogy 3 hónap múlva pont az ellenkezőjét fogja szavazni. Tehát így nehéz lesz ebből a gödörből kikerülni. De hát mindig ez van, hogy össze-vissza szavaznak. Így van, így van. Hát próbálják, és 3 hónap után megbánják. Próbálják befolyásolni. Itt most például ezen a közgyűlés után azt próbálták most súlykolni az emberekbe, illetve az elnökbe, mert ugye tanácsadók mindig vannak, hogy már messze nem a rally a legnagyobb szakág a szövetség életébe. Mert ugye ezt azért is próbálják súlykolni, mert ugye sok pénzbe került tavaly is a szövetségnek az, hogy a rally szakág működjön. Ami való igaz egyébként, az összes szakák közül a legtöbb pénzt a rallyra költötte a szövetség, ha úgy tetszik, a vagyonából, vagy a bevételeiből. Igen ám, de a szövetségnek a körülbelül 800 licences versenyzője volt a tavalyi évben, és a több mint 50%-át azt a rally adja.
Tehát az összes többi szakág összesen nincsenek annyian, mint a rali egymagába. Tehát addig, amíg ez így van, addig a rali a legnagyobb szakág, és ezt tudomásul kell venni az elnöknek is, meg az elnökség tagjainak is, hogy nem lehet mindenki egyenlő a szövetségen belül, mert a rali hozza a legtöbb pénzt, meg az is viszi a legtöbb pénzt. Uh-huh. Ez való igaz. Akkor ez egy választás kiír, akkor azt mondod, hogy a rali szakág vezetőjére? Így van, hát most ha elvileg, de hát hogy mennyire akarnak törvényesen eljárni, ezt nem lehet tudni. De egyébként igen. Ha kiírnak egy pályázatot, te elindulsz rajta? Hát én azt gondolom, addig sok víz lefolyik a Dunán. Ha a mostani fejem meggondolkodom, azt gondolom, hogy értelmetlen, hiszen engem megválasztott. Tehát miért is van kiírva egy választás? Tehát engem megválasztott a tagság. Semmilyen indokot nem tudtak felállítani, hogy miért hívnak vissza. Majd visszahívott az elnökség. Tehát miért kéne nekem indulni, hiszen engem megválasztott. Jó, de hát, ha csak indokon múlik, akkor gyorsan találnak indokot. Hát az olyan gyorsan nem, mert próbáltak mindennel. Uh-huh. Próbálkoznak mindennel, de találjanak, tehát akkor rajta. Uh-huh. De ilyet nem találtak. Ha kiírják, akkor majd elgondolkodunk ezen, vagy elgondolkodom ezen, de egyébként értelmetlen, mert tehát holnap akkor ugyanúgy visszahív a elnök nyomására az elnökség. Ugye most megváltozott az alapszabály, működik egy sporttanács, ami csak így papíron működik, hogy sporttanács valójában egy-két ember döntései alapján próbálják ugyanúgy működtetni, ahogy eddig is. Tehát igazából sok minden nem változott a szövetség vezetésébe. Tehát most például ez a Rally 2 kapcsán az indulói létszámra azt mondta az elnök úr, hogy tehát annyira nincs rálátás erre a dologra, hogy majd azt megnézi, hogyha van 60 induló. Nem 60, van 60-60. Uh-huh. Úgyhogy le lehet jönni a Miskolcról, és meg lehet nézni. Vagy például a sporttanácsnak különböző tagjai azt nyilatkozták el a szabályváltozás, hogy a sport ellenes, miközben a 66 indulóból 50 induló, ugye ezekkel a tuningolt autókkal indulnak. Tehát erre azt mondta a sporttanács, hogy a sport ellenes. Tehát én azt gondolom, hogy itt óriási zűrzavar van a fejekbe. Itt komoly érdekek vannak, rendezői érdekek, egyéb egyéni érdekek, sérelmek. De ezt jó, hogy mondd ezt a rendezői érdeket, van nagyon sok rendező, meg megharagudott rád, hogy nem rendezhetnek versenyt, miközben 2-3 ember kezében van a rendezési jog. Hát külön kell választani az ORB futamokat és a sprint futamokat, az amatőr futamokat, igen, meg a rally túrát, ez három különböző kör, én azt gondolom. Tehát itt a legnagyobb... A rally túra, jól tudom, ki is akar válni, legalábbis felmerül bennük, hogy kívánok az MLS-ből. A rally túra az most, én benne dolgoztam 10 évig, ők elindultak egy úton, aztán ez az út sikeres lesz, hogy nem, az majd az idő megmutatja. De valóban dolgoznak ezen, hogy különben? Ők ők létrehoztak elvileg egy szervezetet, amire ők azt gondolják, vagy azt mondják, hogy nekik is jogukba áll ilyen autós technikai rendezvényeket. Ezt majd el fogja dönteni a bíróság, ügyészség, nem tudom, ügyvédek, tehát ez már egy olyan, ez már átláthatatlan ilyen szempontból. A lényeg az, hogy itt a sprint rendezők voltak, ugye itt az előző szakágvezető, illetve az előző szövetségnek a tisztségviselői tulajdonképpen bárkinek bármit aláírtak. Ennek volt egy díja, be kellett fizetni 50 vagy 70 ezer forintot a szövetségbe, és akkor onnantól kezdve te rendezhettél versenyt, és ez azt eredményezte, hogy az 52 hétvégén volt 60 darab verseny. Tehát ez így nem mehetett, és akkor az elnökség az én szakágvezetésemmel karöltve az a döntés született, hogy 35 rally verseny lehet Magyarországon, amivel bele kell férni az amatőr futamoknak, az ORB futamoknak és a rally túra futamoknak. Tehát ebből nyilván ebben a 35-ben mindenki nem tud beleférni, de azt azért szeretném leszögezni, hogy aki rendezett és nem kapott lehetőséget, ez ilyen, azt hiszem egy ember volt, most én megnevezni nem szeretném egyébként az úriembert, de ennek oka volt, tehát olyan visszaéléseket követett el, amiket mi nem szerettünk volna segítkezni. Úgyhogy ennyi ez az átlag. Nyilván sok embernek a cipőjére ráléptünk, és akkor ilyenkor sokan kiabálnak, de mi úgy gondoljuk, hogy ez volt a rallinak az érdeke. Úgyhogy ez tavaly ugye 18 darab ilyen amatőr verseny volt egyébként az egész országban. Csak volt egy kis súlyos baleset is sajnos. Hát a baleset az egy technikai sport, tehát az, hogyha baleset van, ezt tudomásul kell venni, hogy ez bármikor sajnos megtörténhet.
még hogyha a legnagyobb elővigyázatossággal is lépünk föl. De ott az MNRS nem követette semmiféle, vagy a rally szakák semmiféle? Nem követünk, az akkori szabályok szerint jártunk el. Az, hogy sajnos megtörtént, két ilyen balesetünk volt, két ilyen amatőr futamon, ez egy sajnálatos dolog. Azóta a szövetség bizonyos dolgokon változtatott, most már van egy biztonsági bizottság, ami talán segíti ezeket a rendezvényeket, de ez pénz nélkül egyébként nem megy. Tehát azt látni kell, hogy ide óriási pénzeket kell investálni a biztonsággal kapcsolatosan, és hogy ezek a versenyek úgy egyformán menjenek le. Tavaly azt sikerült már elérni az én vezetésemmel, hogy a rescue-k és a mentő, ugye ezek azonosak legyenek az összes rally versenyen, ami nagyon fontos egyébként, hogyha egy ilyen baleset van, és akik egyébként bizonyították is, hogy ez egy jó döntés volt, azt látni kell, hogy olyan annyi visszaélés volt a múltban, hogy tehát volt olyan verseny, amikor nem volt ott mentő. Uh-huh. Tehát ez nem az én vezetésem alatt, hanem még előzőleg. Tehát volt egy súlyos baleset, és mondjuk valaki, majdnem a legrosszabb történt, a sérült el, mert amire eljutott a kórházba, szerencsére aztán megúszta, de ilyeneket nem lehet megengedni. És tehát ezzel nem tudom, olyan döntéseket nem tudtunk hozni, hogy mindenkinek tetszen. Sajnos időnk lejárt, nem is beszéltünk arról, hogy mit vársz idei rally szezontól, ki lesz a rally első osztály bajnoka. Hát én azt gondolom, hogy most sok lehetőség van, úgyhogy majd egy-két verseny múlva lehet erre vissza. Úgyhogy egy kérdésem, majd röviden várunk rá választ, fogsz-e még dolgozni valamilyen szinten magyar rallyban? Az elkövetkezendő egy éven belül most maradjunk így. Ezt pár héten belül erre talán megkapjuk a választ. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. További sportosat. A Dino Sporthíradó szakmai partnere a Magyar Birkózó Szövetség.